Csütörtökön munkálatok kezdődtek a Szabadkai Befogadó Központ udvarába. Jelenleg a területrendezés zajlik, egy fűthető sátort állítanak majd itt fel a migránsok számára. A sátor ebédlőként funkcionál majd. Eddig az udvaron sorakozva, a hidegben ácsorogva várták a migránsok, hogy élelemhez jussanak. Food come here by car, everyone is number, take food and again go room and another place by place and eating. A Vörös Kereszt illetékesei, akik napi háromszor osztanak ételt, ezen a módszeren szeretnének változtatni a tél beállta előtt. Kako bi se postavio zimski šator koji bi omogućio mnogo bolje uslove migrantima za konzumiranje hrane koja se priprema u Crvenom krstu i ne samo migrantima, već i saradnicima i volonterima Crvenog krsta koji vrše podelu te hrane. Radi se o zimskom šatoru koji ima topove za grejanje i unutra će biti postavljeni stolovi i klupe kako bi to poprimilo i izgledalo u svrsi u kojoj jeste, odnosno da bude jedna vrsta improvizovane trpezarije. A Szabadkai Befogadó Központban mintegy 170-en tartózkodnak. A migránsok érdeklődve figyelték a munkálatokat, elégedettek az ellátással. This is good idea of this staff, this is good idea of everybody, because it's there, you know, the winter season has come, so if they make a building and something for refuge, so that's why they are very good for all refuge, because the winter season come, so and then all refuge are safe in this building. A munkálatokat várhatóan a jövő hét közepére befejezik, így december elejétől már fedett sátorban étkezhetnek az illegális bevándorlók. Egyéb építkezést, illetve a kapacitás növelését a Szabadkai Befogadó Központban nem tervezik az illetékesek.